Szlovákiából is sokan jöttek Sátoraljai Újhelybe, hogy jót egyenek és igyanak ezen a torkos csütörtökön. De jöttek Sárospatakról és a környező településekről is, hogy megkóstolják Zemplén étkeit. Szlovákiából érkeztünk, Királyhelmec környékéről. Hát az internetről elsősorban, már évek óta járunk, de itt ezen a helyen most vagyunk először. Sárospatakról érkeztünk baráti társasággal, és nagyon jónak találtuk a helyet, azért választottuk ezt. Nagyon szép az étterem, nagyon szép a tó is, lehet, hogy el fogok majd ide jönni horgászni később. Szépnek találom nagyon. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, hát legalább több ember kimozdul, és megkóstolják a finom magyar ételeket. Szilveszterkor is itt voltunk, aztán én mindenkinek csak ajánlani tudom. Színvonalas a vendéglátás. Jó a zene, aztán csak hajrá mindenkinek. A Rudabányácska Smaragdvölgy új tulajdonosa először csatlakozott a Magyar Turizmus ZRT által meghirdetett akcióhoz. Ezt életképes és jó kezdeményezésnek tartja a turizmus fellendítése érdekében. Haszon ugyan nem igen van ilyenkor, de a marketing értéke mindenképpen figyelemre méltó a torkos csütörtököknek, fogalmazott a cégvezető. Tulajdonképpen most van lehetősége azoknak is eljönni, akik esetleg nem minden nap tehetik meg, hogy eljöjjenek egy étterembe megvacsorázni. Most fél árban megtehetik, teljes étel és itallapunkból 50%-os kedvezménnyel fogyaszthatnak ma a vendégek. A csillagfényben a teljes Sátoraljai Újhelyi kórus megjelent, és igencsak jól érezték magukat a torkos csütörtökön. Nagyon jól érezzük itt magunkat. A kajával, a kínálással nagyon meg vagyunk elégedve, úgyhogy legközelebb is ide fogunk jönni. Mióta a Magyar Turizmus RT meghirdette ezt a úgynevezett torkos csütörtök akciót, azóta mi minden éven részt veszünk ebbe, mint ahogy látszik, most is teltházzal működünk, úgyhogy vendégek megelégedésére mi a teljes étel és italválasztékot biztosítjuk, és ezáltal látszik is, hogy tényleg a vendégek nagyon meg vannak elégedve a úgynevezett ételeinkkel, kiszolgálással. Reméljük, hogy a jövőben is ez majd folytatódni fog. 4-5 féle vagy 6 féle kajából válogatunk, mert többen voltunk az asztalnál, de egyszerűen nem tudtuk eldönteni, hogy mit választunk, de többen cseréltünk a tányérokból, de nagyon jól éreztünk magunkat, és nagyon finom volt minden. Folytatás pedig jövőre, bár a vendéglátósok megjegyezték, az óriási érdeklődés miatt még tavasszal gondolkodnak hasonló vendégcsalogató kedvezmények biztosításában.